Jó éve volt a Diljana tánccsoportnak, büszke unokáira és a díjra is. Ismét akcióban a drón, drágul a kenyér. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. október 13-án 18 óra 5 perckor. Major János tanár úrral beszélgettünk a Refiben, hiszen a Biljana Bolgár tánccsoportnak az idén nagyon jó éve volt. Június 11-én a Csúri Sándor Kárpát-medencei Népművészeti Fesztiválon lépett fel Jászapátiban a Biljana Bolgár tánccsoport. Tavasszal is egyébként voltunk sok helyen vendégszerepelni, de a dömping az a nyár kezdetével indult. Június 11-én voltunk Jászapátén, ahol a Csúri Sándor Kárpát-medencei Népművészeti Fesztivált rendezték. Jászapáti ennek a rendezvénynek az egyik helyszíne volt, amelyet egyébként Magyarországon közel 30 településen rendeztek meg ugyanabban az időben, ugyanazokkal a programelemekkel, és nem csak Magyarországon, hanem határokon túl is magyar lakta településeken. Utána a júniusi hónap hazai rendezésű programmal zárult. Mi voltunk a házigazdái a 25. alkalommal megrendezésre kerülő református középiskolák Kárpát-medencei találkozójának, amire itthonról is Magyarországról, illetve a határon túlról több mint 40 iskola érkezett, és itt volt egy lehetőségünk házigazdaként az iskola más művészeti csoportjaival is együtt bemutatkozni a vendégeknek, úgyhogy táncoltunk a gála műsoron. Ezt követően próbákkal folytattuk általában a júliusnak az első felét. Aztán pedig táborba indult a Biljana. 3 év után tudtunk újra kijutni Bulgáriába, ugye legutóbb 2019-ben volt lehetőségünk táborozni és fesztiválon részt venni. A Covid ezeket a lehetőségeket is elütötte, és most újra sikerült egy nemzetiségi tábort, hagyományőrző néprajzi tábort és tánctábort szervezni. A közép-bulgáriai Triavnában voltunk, egy 10 000 fős kis államszép településen a Balkán-hegység láncain, és itt a szokásos módon már 2008 óta dolgozok együtt Diana Dobreva koreográfussal, ő várnai. Ő eljött hozzánk oda a táborba, a tábor időtartalma alatt 4 napot töltött ott velünk, 4 új koreográfiát tanultunk meg, tehát ez volt a tábornak a szakmai része, és természetesen a kirándulások, az egyéb programelemek tarkították és színesítették a programunkat. Úgy, mint például elmentünk egy napra Burgaszba, a Fekete-tenger partjára, vagy pedig a Balkán-hegységben olyan lehetőségeket kerestünk, mint a Buzludzsa csúcsnak a bevétele, amely 1400 méter magasságban található. Meglátogattuk a Sipkahágóban a Sipka emlékművet, a legnagyobb bolgár történelmi zarándokhely. Ennek a tábornak pedig a legkellemesebb estéje az utolsó este volt, ahol az ott 4 nap alatt tanult koreográfiákat mutattuk be a helyieknek, a triavnaiaknak. Hát nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket a város főterén, ahol nem csak bolgár táncokat láthattak, hanem mivel nagyon sok fiú is táncol a Biljana tánccsoportban, és nagyon szeretnek nótázni, akár magyarul, akár bolgárul is, ott magyar nótákat is előadtunk. Ezután hazajöttek a biljanások, de sok pihenés nem volt, hiszen itt volt a virágkarnevál. Hétvégén kevermesre mennek, és még ősszel is vannak fellépéseik. 13-án hajnalban reggel hazaérkeztünk, és 15-én már Sziget-Szent Miklósról léptünk fel a Summerfest Fesztiválon, egy bolgár-német estén, és a 20-a pedig, augusztus 20-ai nemzetünnep pedig önmagában egy nagyon nagy szó, egy nagyon nagy dolog, hogy meghívtak bennünket a világkarneválra, de nagyon nehéz volt végigcsinálni, hiszen Debrecenben 3 helyen kellett táncolni,
augusztus 20-án egy fél órás táncot vállaltunk a stadionban, az északi rendezvénytéren, rengeteg ember előtt kellett bemutatkozni, majd utána pedig 2x10 percet előbb a Dózsa Nándor téren, utána pedig a Csapó utcán a fórum előtt. Nagyon jó élményekkel jöttünk haza, hiszen aki ismeri a debreceni virágkarnavált, az tudja, hogy nem csak Európából, hanem kontinensen túlról is rengeteg táncsoport érkezik erre a fesztiválra évek óta. Például előttünk kolumbiaiak táncoltak, utánunk törökök, úgyhogy mindenféle szempontból azt gondolom, hogy egy kiemelt jelentőségű volt a táncsoport számára ezen a fesztiválon való részvétel. A hétvégét, én azt mondom, a nyarat most a hétvégével zárjuk, hiszen Kevermese valóban a szülőfalomban látogatunk, ahol általában mindig augusztus végén rendezik a Kukorica Fesztivált, évek óta hívnak bennünket, nem szoktuk lemondani ezt a felkérést, és ezt a fellépést pedig összekötjük a helyek által kiért főzőversennyel is. Feladat van bőven, jövőre pedig 20 éves lesz az együttes, amire szintén készülnek majd a bíjanások. Csontos Gergővel arról beszélgettünk, hogyan is került kapcsolatba a bíjanával. Amikor 8. osztályból elvallagtam, akkor ismertem meg tanár urat, illetve több ismerősöm, jó barátom táncolt már a tánccsoportban, és az ő hatásukra csatlakoztam én is 2019 nyarán. Én azt gondolom, hogy nagyon tartalmas nyarunk volt. Gondolok itt fellépésekre, nagyon sok fellépésen voltunk, illetve 10 napot töltöttünk el a tánccsoporttal Bulgáriában, Triavnában, ahol rendelkezésünkre állt egy bolgár koreográfus, Diana Dobreva, és 4 új koreográfiát tudtunk elsajátítani, és az utolsó napban fel is léptünk a város főterén. A fiúk bolgár népviseleti ruhája nem éppen 40 fokos melegre van tervezve. Azt gondolom, hogy tényleg meleg ez a ruha, nagyon sok ruhánk van, mindegyik egytől egyig nagyon meleg, de el tudjuk viselni, és szeretjük. Bulgáriában kaptak a bíjanások fellépési lehetőséget is. Triavnába léptünk fel a városnak a főterén. Azt gondolom, hogy nagyon sokan kilátogattak és élmény volt táncolni, hiszen azt a 4 koreográfiát táncoltuk, amit ott akkor tanultunk meg azon a héten. A bolgároknak tetszettek a magyar nóták, szívesen fogadták azt is, hogy magyar emberek bolgár táncot táncolnak, és szívesen fogadják a kultúrájukat is. A bíjanások pedig a helyi gimiben a bolgár kultúrába kaptak betekintést. A nótázás is azt hiszem, hogy az elmúlt évben csöppent be a tánccsoport életébe. Ugyanakkor fellépések előtt is mindig, mikor utazunk, azért egy-két nóta előkerül a buszon, de így fellépéseken a Martenica tavaszköszöntő bolgár ünnepségen én voltam a műsorvezető, és azon egy magyar nótával nyitottam meg azt az ünnepséget. Én azt gondolom, hogy ezt szívesen fogadják, meg örülnek annak, hogy magyarok, magyar emberek bolgár táncot táncolnak, és így szívesen fogadják a mi kultúránkat is. Voltak kirándulni is Burgaszban, ahol fürödtek a tengerben is. Voltunk kirándulni sokat Bulgáriában. Voltunk a tengeren és Burgaszba ellátogattunk az egyik nap, csak sajnos piros zászlót kaptunk. A elején ugyan tudtunk fürdeni, de egyébként nagyon jó időnk van, csak fújt a szél. Karcagi birkapörkölt főzőjeként a bolgár ízek is finomak voltak, állítja Gergő, salátákat fogyasztanak. Neki a sopska a kedvence. Az ottani kultúra azt gondolom, hogy teljesen másot nem ettünk azért birkapörköltet, de szerintem finom kajákat kóstolhattunk meg. Csontos Gergőnek azonban az új tanév az érettségire készülésről is szól. Tervek vannak. Jelenleg az a terv, hogy Debrecenben megcsinálom a 2 éves faipari technikusi képesítést, utána pedig elmegyek Sopronba a faipari mérnöki egyetemre. Sárközi Péter alapítvány emlékérmét vehette át Pilis Szántón Hubai Imre Csabáné berekfürdői karcagi biogazdálkodó, növényorvos, a biokultúrában, a biodinamikus gazdálkodásban, a hazai és határon túli biokultúra mozgalomban végzett magas szintű, kimagasló, példaértékű munkájának elismeréseként. Sárközi Péter a biokultúra, a biodinamikus gazdálkodás atya, akinek munkássága sok biogazdálkodó előtt példakép. Az ő elveit követi a hubai gazdaság is.
Én tanyán nőttem fel kisgyerekkoromban, és nekem természetes ez az a természetes, amikor az ember a valódi önmagát, tehát a természetben a valódi dolgokat keresi, tehát a életszerű, régi, hagyományos és szüleinktől is örökölt dolgokat keresi. Már gyerekkoromban is, nagymamámtól, szüleimtől is sokat hallottam erről, hogy ezt nem szabad enni, ezt így kell enni, úgy kell elkészíteni. Tehát ez nagyon, nagyon fontosnak tartották már a szüleim is. Huba Imre Csabáné a piacon a kistermelőktől szeret vásárolni zöldségeket, gyümölcsöket, mert náluk azok az igazi régi jó ízek jönnek vissza, amiket gyerekkorában érzett. Mostani díjáért köszönettel tartozik a felterjesztőinek. Tényleg nagyon büszke vagyok, mert tényleg, hogy egy éve egyszer kapják meg, és a mai, ebben az évben én kaptam meg mai napon. Ez nekem egy nagyon nagy büszkeség, és mondom még egyszer, csak köszönettel tartozom mindenkinek, hogy értékelték, mert én nekem ez természetes volt, amit csináltam, tehát nem vártam én ilyesmit, nagyon meg is lepődtem, hogy megkaptam ezt a díjat, de eddig igyekeztem ez szerint élni, mert én is nagyra becsülöm a Sárközi urat, és azóta is tényleg az ő nyomdokait követjük, mert ő le is írta, tehát megfogalmazta azokat a dolgokat, amit nagyon sok ember úgy érez, meg sejti, meg úgy is él sok ember. A szántóföldi növénytermesztés és állattenyésztésen kívül kertészettel is foglalkozik a Hubai család. A zöldségféléket saját célra és budapesti értékesítésre termelik. Az üzletasszony egyben nagymama is, aki büszke unokáira. Tényleg nagyon szép család. Én is azt mondom, nagyon szeretem az unokáim, a dédunokáimat, a 11 unokát és a 2 dédunokácskát. És hát ők ott nőnek fel köztünk. Ott a Beregben közel 12 hektár területünk van, ott ők azt belakják, minden vonatkozásban járják ott a határt, a növényeket, a fóliákat, mindenben benne vannak, és hát büszkén mondhatom, hogy eddig még szinte minden unoka és gyerek és unoka ott van körülöttünk. Itt van Karcagon, Berekfürdőn, és például Boglárka az Agráregyetemre jár, nem sokára végezi, nagyon érdekli ez a mezőgazdaság, a termés, meg a kertészet, tehát úgy általában ez a biogazdálkodás, és még azért azt is hozzátenném a biodinamikus gazdálkodás, mert mi már 10 éve a biodinamikus Demeter gazdálkodásba is belefogtunk, és ez már a piacon prémium terméknek minősül. Tehát külföldre, Svájcba, Németországba, Ausztriába szállítjuk kamionos tételbe, amit megtermelünk a saját feldolgozáson felül. És szeretnénk, ha az unokák és a dédunokák is ebben nőnének bele, mert úgy gondoltuk, ahogy apukám is mondta annak idején, hogy enni mindig kell. Még meg azért, ha már eszünk, akkor együnk jót. Ha megtehetjük, akkor termeljük meg magunknak, mert az a legjobb. A rendőrök visszatérő jelleggel ellenőrzik a 4-es számú főút balesetveszélyes szakaszát. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság drónkezelője és a helyi rendőrkapitányságok munkatársai a közlekedésbiztonság javítása érdekében célzott ellenőrzéseket foganatosítanak megyeszerte kiváltképp a balesetveszélyes helyszíneken. A karcagi rendőrkapitányság munkatársai 2022. szeptember 29-én délelőtt ismételten a 4-es számú főút és 4206-os számú út kereszteződésében többek között kiemelten az I elsőbbségadás kötelező jelzőtábla utasításának betartását ellenőrizték, mivel az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez az egyik legbalesetveszélyesebb közlekedési csomópont Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
Az egyenruhások két óra leforgása alatt 7 szabálysértővel szemben intézkedtek, akik figyelmen kívül hagyták a közlekedési jelzőtáblát, és nem álltak meg az út kereszteződésben. A szabálysértések elkövetését a légtérből drónnal rögzítették. A Jászlóskun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság felhívja a járművezetők figyelmét, hogy minden esetben tartsák be a közlekedési szabályokat. A közlekedők hasonló ellenőrzésekre az elkövetkezendő időszakban is számíthatnak. A pékek szerint a következő hónapban újra drágul majd a kenyér, mivel a liszt árának emelkedése nem állt meg. Augusztusban minden Európai Uniós országot maga mögé utasítva Magyarországon drágult a legjobban a kenyér, az áremelkedés több mint háromszorosa volt az átlagosnak. Októberben tovább drágul a kenyér, ugyanis a lisztár emelkedése még nem állt meg, mondta televíziónknak Lacik Dénesné ügyvezető. Szeptember 16-ától ismét emelték a lisztnek az árát, tehát ez most már folyamatos, bár most kaptunk egy ilyen ígéretet, hogy lehet, hogy ebben az évben már kibírják, és az energia az, ami legjobban terhel bennünket, és ami a legborzasztóbb, hogy teljesen sötétbe tapogatózunk, mert még mindig nem tudjuk, hogy mennyi lesz az annyi, mert van ugyan szerződésünk, és mindenféle adat van rajta, csak konkrétan nincs leírva az, hogy ennyi forint per köbméter. A szállodák azok, akik még ha van vendég, akkor ugyanúgy rendelnek, mert nyilvánvaló, hogy a színvonalból nem adnak lejjebb. Boltosoknál van az, hogy megpróbálják keresni azt, hogy ki a legolcsóbb, hol kapnának esetleg olcsóbban, mert hogy végségek között azért nincs meg az a nagy összetartás, hogy egyszer emeljünk és mindenki emeljen, bár mindenkit terhelnek ezek a költségek, de van, aki kivár és így próbálja túlélni. A lisztára háromszorosára nőtt. Nagyon nagy mértékben nőttek az energiaárak, a bérek és a logisztikai költségek is. Ráadásul információik szerint a lisztárának emelkedése még nem állt meg, ugyanis októberben is emelést terveznek a malomipari vállalatok. A helyiek továbbra is a minőségi, helyben készült pékárút részesítik előnyben. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!